Meghosszabbították, maradnak a korlátozó intézkedések. Óvodai ügyelet továbbra is a Dobó úton biztosítják. Nehezen beszerezhető, egyre többen vásárolnak Covid-tesztet. Jó estét kívánok, az Aktuálist látják a Gyöngyösi Televízióban március 19-én pénteken. Jönnek a részletek. Hétfőtől még legalább egy hétig maradnak a jelenlegi korlátozó intézkedések, mivel a járvány harmadik hulláma továbbra is erős. A húsvéti ünnepekre külön szabályok jöhetnek, erről egy hét múlva dönt a kormány, mondta péntek reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte, most készül az újranyitási terv, aminek első lépését akkor lehet megtenni, ha a védettek száma eléri a 2,5 millió főt. Meghalt 213 ember, kórházban több mint 9000 beteget ápolnak, lélegeztetőgépen 1174 fő van. Ismertette a legfrissebb járványügyi adatokat a kormányfő reggeli interjújában. Orbán Viktor kiemelte, a jelenlegi adatok ismeretében a járványügyi szakemberek egyelőre nem látnak lehetőséget az enyhítésre, így hétfőtől még egy hétig biztosan maradnak a korlátozó intézkedések. A miniszterelnök azt is tudatta, hogy a kórházakban még 1618 lélegeztetőgépes ágy szabad, és közel 11000 lélegeztetőgép nélküli szabad Covid ágy áll még rendelkezésre, tehát a kapacitás felét sem értük el. Úgy látjuk, hogy az oltások számának növekedése jelenti a legfontosabb védekezési eszközt. Ezt úgy kell elképzelni a hallgatóknak, hogy minden héten 4-5-ször annyi embert oltunk be, mint ahányan megbetegednek. Mondjuk az elmúlt héten ez azt jelentette, hogy beoltottunk 293 ezer embert újonnan, az első oltást kapta meg, és közben lett 58 ezer új beteg. Tehát minél több embert oltunk be, annál inkább csökkenni fog az új betegeknek a száma, csak ezt gyorsan kell oltani, ehhez meg persze a vakcina kell. A miniszterelnök hozzátette, a vártnál kevesebb AstraZeneca oltóanyag érkezik most hazánkba, így a kieső darabszámot kínai és orosz vakcinákkal igyekeznek pótolni, hogy tartsák az oltási ütemtervet. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy jó esély van rá, hogy az iskolákat újra tudják majd nyitni. Azt viszont nem közölte, hogy ezt mikor tervezik. A nemzeti konzultáció lezárult, az operatív törzs hamarosan elkészíti az újraindítási tervet, amit fokozatosan fognak bevezetni, tette hozzá. A mi számításunk szerint, amikor a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót, akkor jutunk el oda, hogy minden 65 év fölötti regisztrált, saját magát regisztrált ember be van oltva, és az lesz az a pillanat, amikor az oltások számának alakulásának függvényében meg lehet kezdeni az újraindítást. A kormányfő azt is elmondta, hogy a konzultáció alapján az újraindítási tervben lesz olyan időszak, amikor bizonyos szolgáltatásokat a védettség igazolványa rendelkezők tudnak majd igénybe venni. A beoltott emberek száma az a mai napon fogja meghaladni a 1,5 milliót. Erről oltási igazolványa a rendelkezőknek a száma, akik már meg is kapták az igazolványukat, az 1.260.704. Ez azért fontos, mert a nemzeti konzultációban részvevők 65%-a mondta azt, hogy a fokozatos nyitás azt jelenti, hogy akinek van védettségi igazolványa, az már fölmentést kaphasson bizonyos szigorítások, korlátozások alól. A miniszterelnök külön szólt a fiatalokhoz, mint mondta, ha segítik a védekezést, akkor szabad nyaruk lehet. A kisvállalkozásokat pedig arra kérte, hogy a nehéz helyzetben tartsanak ki, és a következő gazdasági év erős és bőséges lesz. A kormány addig is igyekszik bértámogatással, újraindulási gyors kölcsönnel támogatni őket. Arról, hogy a húsvéti ünnepek külön járványügyi intézkedéseket igényelnek-e, egy hét múlva dönt a kormány. A Bugát-Pál Kórház rendelőintézete március 22-től csak sürgős házi orvosi beutalóval fogad betegeket a szakrendelésekre. Kivételt a terhes gondozás jelent. Az előjegyzett vizsgálatokra később kerül sor, erről a kórház időben tájékoztatást ad. A kórház kéri a betegek megértését és türelmét. Továbbra is a Dobóúti tagovodában biztosítják az óvodai ügyeletet Gyöngyösön. Az első héten átlagosan 21, ezen a héten pedig 27 gyerek szülei igényelték a szolgáltatást. Az óvodák és általános iskolák a jelenleg érvényben lévő rendelkezések értelmében április 7-éig még biztosan zárva tartanak. Gyöngyösön a Dobóúti tagovodában tartanak ügyeletet a gyerekeknek a járványügyi intézkedések betartása mellett. Azért jelölték ki ezt az intézményt, mert itt bölcsöde is működik, és az étkezés is biztosított.
Az első héten március 8-a és 12-e között átlagosan 21 gyermeknek kértek felügyeletet. Ebédet mintegy 60-an vittek el, amit hétköznapokon 11:30-től 13 óráig lehet átvenni az intézményben. Ezen a héten az ügyeletet igénylők száma is növekedett. Tájékoztatta a televíziónkat Molnár Lászlóné, Gyöngyösváros óvodáinak intézményvezetője. Ezen a héten egy picivel növekedett, tehát a 16-ától 19-ig átlagban 27 gyermek kérte az ügyeletet, tehát itt volt 29-21 gyermek is. A gyermekek száma változik, nem csak a száma, hanem a gyerekek maguk is, mert van, aki már nem kéri, van, aki újabban kéri, tehát így átlagban 27 fő, az ételelvitelt pedig 67-en vették átlagban igénybe. Az intézmény vezető szerint ez a szám a jövő héten tovább fog emelkedni. Én úgy érzem, hogy ez a szám egy picit lehet, hogy növekedni fog a jövő héten, bár előrejelzés szerint még egyelőre nem magas létszám, és hát én bízom benne, hogy a járvány megfékezése érdekében tényleg csak akinek legszükségesebb, azok veszik igénybe. Az önkormányzat fenntartásában lévő minden bölcsöde a járványügyi óvintézkedések mellett egyelőre még működik. Az önkormányzat azonban arra kéri a szülőket, hogy aki teheti, ne vigye gyermekét bölcsödébe, ha pedig nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet, csak egészséges gyermeket vigyenek közösségbe. Nehéz beszerezni, és sok gyógyszertárban már készlethiány van az otthon is használható COVID gyors tesztből. A harmadik hullám elindulása óta rendkívül megnőtt a termék iránti érdeklődés, a patikák pedig igyekeznek feltölteni készleteiket. Egy általunk megkérdezett gyógyszertárvezető szerint egy héten körülbelül 50 darab gyors tesztet adnak el, ez a szám pedig csak tovább emelkedne, ha lenne elég teszt. Ennek a gyógyszertárnak a polcán található, azonban sok helyen már hiányciknek számít az otthon is használható COVID gyors teszt. A patikák egyre nehezebben tudják beszerezni a terméket, pedig a kereslet egyre nagyobb rá. Dr. Nemes Rita gyógyszertárvezető azt mondja, a nagy kereskedelmi forgalmazás akadozik, nehezen beszerezhető a gyors teszt. Nekünk az a legjobb, hogyha a nagykereskedőinktől, és nem külön internetes ilyen-olyan megrendeléseket csinálunk, hanem igazi engedélyezett nagykereskedelmi beszállítás legyen, és ott viszont valóban akadozik az ellátás. És nehéz, igen, igen. De én úgy látom, hogy amikor egy-egy hét kimarad, akkor azért utána újra van egy beszállítás, és tudják osztani a patikák között. Szerencsére mi föl vagyunk rá készülve, úgyhogy lehet jönni, van, én úgy gondolom a városban biztos azért van több patika, ahol lehet kapni, nem csak itt nálunk. A gyógyszertárvezető szerint a termék iránti kereslet egyre nagyobb, különösen a harmadik hullám elindulása óta. Mint mondja, hetente körülbelül 50 darabot adnak el a gyors tesztből, és a legtöbbet a középkorúak vásárolják. Egyre több és nagyobb a kereslet rá, mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy milyen helyzetben van, átesett a fertőzésen, ha fertőzött volt nemrég, akkor vajon COVID volt-e vagy sem, illetve olyan indikációval is keresik, hogy maga az oltás után termelte ellenanyagot. És nagyon sokan keresik, egyre növekvő számban. A doktornő azt javasolja, hogy aki használni szeretne gyors tesztet, az a használat előtt és után is mindenképpen konzultáljon házi orvosával, legfőképp, ha a teszt pozitív értéket mutat. Közösségi oldalán ad tanácsokat a gyöngyösi háziorvos. Dr. Mangó Gabriella, az egyes számú körzet háziorvosa 4 évvel ezelőtt kezdte el tanácsait megosztani az interneten. Az oldalának azóta hatalmas követőtábora van, az egyik legnépszerűbb írását pedig már majdnem 1,5 millióan osztották meg. Dr. Mangó Gabriella egyszerre 2 háziorvosi körzetet is ellát. Emellett 4 éve igyekszik segíteni minden betegnek, aki hozzáfordul tanácsért közösségi oldalán. A doktornő Nappali című műsorunkban elmondta, még tavasszal indította el a koronavírusról szóló napi posztjait, azért, hogy eloszlassa a témában felmerülő bizonytalanságokat. Ez nagyon felfokozottá vált ennek a Facebook oldalnak a nézettsége, még a márciusi COVID idején, akkor minden nap volt egy-egy bejegyzésem. És ez az embereknek, mikor otthon voltak, egy borzasztó megnyugvatás volt, hogy van valami kilátásuk a világra, amellett, hogy egy információs top mellett nagyon-nagyon nehéz úgy írni,
mert információkat nem lehetett kiadni nagyon, hogy most mi történik, mi nem történik, de hogy az úgy megnyugtató is legyen, de legyen is benne valami. Az oldalnak jelenleg több mint 28 ezer lájkolója van. A legtöbb kérdés mostanában az oltóanyagokra vonatkozik, de a doktornő azokat is ellátja tanáccsal, akik már megkapták az oltásukat. Dr. Mangó Gabriella azt is megosztotta követőivel, hogy milyen terápiával kezeli azon betegeit, akik már elkapták a koronavírust. Szinte elsőként úgy kezdtem a saját betegeimet kezelni a praxisomban, hogy ahogy a COVID felmerül, csak annyi, hogy azt mondta valaki, hogy hát nem tudok így szárnyalni, fáj a háta, semmi más problémája nem volt, 70 fölötti hölgy, asztmás alapmegbetegedéssel, magas vérnyomással, minden esélye meg volt arra, hogy ő esetleg súlyos helyzetbe is kerüljön. Az első pillanattól kezdve, hogy jelentkezett a tünete, antibiotikum, mert nem tudjuk, hogy mennyire nyomja le a saját immunrendszerét és mit fog csinálni. Vérhigító, mert nem tudjuk, mennyire fog az egész bepörögni, és amikor már lehet az, hogy 2-3 napot várjunk, és megnézzük, hogy mi lesz. Nem szabad várni, nem tudjuk, a COVID meddig fog eljutni. A kérdések és kommentek magas aránya is azt mutatja, hogy a jelen helyzetben most nagyobb szükség van az online betegellátásra és információ átadásra, mint korábban. Az év praxisa díjat is elnyert doktornő azt mondja, ebben a helyzetben az emberek nagyon kiszolgáltatottak, ezért is döntött úgy, hogy ebben a formában is igyekszik informálni őket. Az erdőfelújításokban, a fiatal facsemetékben a rágcsálók jelentős kárt tehetnek a téli időszakban. Ezért a mátrafüredi erdészet területén pocokcsapdákkal próbálják megakadályozni a milliós károkozást. Az ősztől tavaszig tartó időszakban többször is ellenőrzik ezeket a területeket, két hetente úgynevezett kármonitoringot végeznek. Egy gyöngyöspatai fiatal erdősítésben ellenőrzi a cső és ládacsapdákat az erdészetvezető. Féltik a pockoktól a kis tölgycsemetéket, ezért a több mint 2 hektáros területen számos csalit és csapdát helyeztek ki a rágcsálóknak, hogy megelőzzék a jelentős károkozást, mondja az erdészetvezető. Ez egy fiatal egyéves erdőfelújítás, és ősszel a pockok jelenlétét több dolog is igazolta. Konkrétan sok élő egyedet is láttunk szaladgálni a területen, és akkor elindítottunk itt egy nyomonkövetést, ami azt célozta meg, hogy figyeljük az egyed számát ennek a populációnak, ugyanis hogyha tömegszaporodik, akkor sajnos akár meg is tudja semmisíteni ezt a több mint 2 hektáros erdőfelújítást, ami mindenképpen milliós kár lenne. Ezen a területen a ragadozó madarak számára 8 úgynevezett téfát és 8 cső, valamint ládacsapdát helyeztek ki az erdészet szakemberei, hogy megóvják a kis facsemetéket a rágcsálók pusztításától. A téfáknak az elsődleges funkciója az, hogy a természetes predátoraik, elsősorban a madarak, egerészőjv, bagolyfélék, amelyek ugye előszeretettel rágcsálót fogyasztanak, könnyű leshelyük legyen ezeknek a madaraknak, tehát ezekről könnyen el tudják ejteni. A másik célja pedig az, hogy azok a csapdák, amelyeket kihelyeztünk, azoknak a helyét is jelöli. Pocokjáratok tömkelege a talajon. Az erdészetvezetővel együtt jártuk végig a területet, ellenőriztük a 8 csapdát, és csak az utolsó csapdában volt 2 pocok tetem. Ez azt jelenti, nincs tömegszaporodás, ami a szakember szerint a ragadozó madaraknak és a hideg csapadékos időjárásnak is köszönhető. Szerencsére a csemete pusztulás eddig nem jelentős. Belle Zoltán életének 62. évében egy szerencsétlen baleset folytán elhunyt. A gyöngyösi kispályás futball egyik ikonikus alakja, a Likőr FC játékosa és csapatmenedzsere nagy űrt hagyott maga után. A mindig életvidám és segítőkész csapatvezető váratlan távozása sokunkat mellbevágott. Belle Zoltán nagypályán az Atkár, Gyöngyöstarján, kispályán a Rokicellár, HB München, Likőr csapataiban is futballozott az elmúlt 40 évben. A Likőr FC-ben, mint csapatmenedzser, példaértékű klubéletet alakított ki barátaival, akik egyben a csapattársai is voltak. Felejthetetlen születés és névnapok, a bajnoki mérkőzések utáni 3. félidők, valamint a kispályás csapat torna győzelmei és a bajnokságban elért sikerei nyomán mindig volt ok az ünneplésre egy-egy Justin Go és Rövidinszki mellett. Sajnos ma már ezeket nélkület kell megtennie a csapatnak. A következő interjú csokorra búcsúzunk tőled, Zoli. Szerintem már úgy 29 éve, úgyhogy akkor indultunk a 4. osztályba,
mint a Rocky Cellár. Azt megnyertük, utána indultunk a harmadosztályba, a HB München. Azt is megnyertük, és akkor úgy felkerültünk az első osztályba nagyon gyorsan, és ott ötödik helyezett, az volt a csúcs, úgymond. Akkor még legendás első osztály volt azért, mert akkor még nagy csapatok voltak. Mindenki külön készült, hogy azért milyen lesz újra elindulni, ez egy 8 csapatos tornán, és pozitívan állt mindenki hozzá, és az az igazság, hogy újra a szabadban voltunk, találkoztunk a régi ismerősökkel, a mi csapatunkban is tulajdonképpen nem nagyon tartottuk így a kapcsolatot telefonon keresztül, és újra visszatértünk a régi kerékvágásba, úgyhogy hál' Istennek nem betegedett meg tőlünk senki, úgyhogy legfeljebb másnapos lett. Holdpont mindig van, az az igazság, de most voltak nehéz meccsek, de a holdpont az mindig az elején van nekünk, 2 perc után átesünk rajta. A Likőr FC csapatának játékosai egy összejövetelen közösen búcsúztatták el egykori csapattársukat, és elhatározták, az új bajnokságban már Bella Likőr néven indítják a csapatot a gyöngyösi szenior kispályás labdarúgó bajnokságban. Március 20-án szombaton este 8 óra és március 21-én vasárnap reggel 8 óra között informatikai fejlesztést hajtanak végre az UDI fizetési rendszerben, így a megszokott értékesítési szolgáltatások, mint az e-matrica, e-UDI átmenetileg nem lesznek elérhetők, közölte a Nemzeti UDI fizetési szolgáltató ZRT. A fedélzeti eszközökkel közlekedők UDI bevallásait megfelelő egyenleg esetén a karbantartást követően befogadják. A NUSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerfejlesztés ideje alatt sem lehet ingyenesen használni. 3,5 milliárd forint értékben vették igénybe a kamatmentes újraindítási gyors kölcsönt március 8-ai indulása óta. A Takarékbank több mint 270, az MKB Bank közel 70, a Budapest Bank fiókjai pedig több mint 60 hiteligénylést fogadtak az elmúlt másfél hét során. A vállalkozások eddig átlagosan mintegy 8,5 millió forintot igényeltek. Az aktuális végén jönnek a mai nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. Meghosszabbították, maradnak a korlátozó intézkedések. Óvodai ügyelet továbbra is a Dobó úton biztosítják. Nehezen beszerezhető, egyre többen vásárolnak COVID-tesztet. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális március 19-én. A hétvégén várom majd Önöket a Tallózóval, addig híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon is megtalálják. Minden jót, a viszontlátásra!